Jó reggelt kívánok ismételten, köszöntöm Önöket, ez itt most már a Start Plus, és a zsidó mesék sorozatról fogunk beszélgetni a következő percekben Köves Lomóval. Elkészült ennek a sorozatnak a második része, de még mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, nézzünk meg egy rövid részletet belőle. Apa minden negatív véleményének hangot adott. Benne szinte csak negatív vélemény volt a zsidókkal kapcsolatban. Mindig azt mondta, hogy az első munkahelyen annyi atrocitás érte az általa zsidóknak hitt emberektől, hogy ő egyszerűen nem kedveli őket. Amikor láttam a gázkamrák előtt a gyermekcipőket, és nem értem, nem tudom felfogni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni egy emberrel, sőt több emberrel, főleg gyerekekkel. Nem tudom felfogni, és még a mai napig is gondolkodom rajta, de nem. Értem. Az lenne a legjobb, hogyha mindenki az életében minimum egyszer elmenne oda, és látná, hogy ez tényleg megtörtént. Mert amíg csak hallanak erről az emberek, főleg a diákok, a tizenévesek, hogy ez megtörtént, jó, egy tananyag a történelemben, ami lehet, hogy érettségből kérdezni fognak, úgyhogy meg kell tanulnunk ezt a részt, de hogy elmész oda, és látod, hogy ez tényleg megtörtént, és tényleg kinyírtak több millió zsidót, és borzalmas. A vendégünk, tehát Köves Lomó, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bevallom őszintén, azért ezt a részt választottuk a filmből, mert ebből nagyon kitűnik, hogy nagyon őszinték voltak a gyerekek. Itt például az a lány, aki arról beszélt, az édesapja, igenis negatívan beszélt mindig a zsidókról. Mennyire jellemző ez, hogy tudnak őszintén, és nem csak az elvárt mondatokat mondva beszélni a diákok? Hát, hogyha valaki tud őszintén beszélni, az általában a fiatalok és a diákok, és tulajdonképpen a célja a zsidó mesék sorozatnak, az pontosan arról szól, hogy kapjunk valamilyen visszajelzést arról, hogy mit is gondolnak az emberek rólunk, mit gondolnak a zsidó közösségről, a zsidóságról, mik a meghatározó élményeik a zsidósággal kapcsolatban. Ugye azt talán kijelenthetjük, hogy az elmúlt években, évtizedekben nagyon sok szó esik a zsidókról, a zsidóságról, különösen a holokausztról, az emlékéről, az antiszemitizmusról. De amikor valamiről sok szó esik, mennyiségileg, akkor egyáltalán biztos, hogy minőségileg is azt a hatást érje el, amit szeretnénk. És ilyenkor érdemes egy-egy pillanatra megállni és megnézni, hogy ennek mind mi a hatása. Ugye így alakult, hogy 2 évvel ezelőtt nekiindultunk a zsidó mesék sorozatnak, aminek az első részében 54 közéleti személyiséget kérdeztünk meg arról, hogy nekik mi jut eszükbe arról, hogy zsidó. És aztán azt gondoltuk a nagy sikeren felbuzdulva, hogy érdemes lenne azokat megkérdezni, akik valószínűleg a legtöbb gátlás és gát nélkül tudják elmondani, hogy a környezetükben mit is jelent az, hogy zsidó. Hozzáteszem, hogy persze a válogatás nem volt könnyű, úgyhogy az, hogy ebből a 22 fiatalból, elsősorban gimnazista fiatal közül mondjuk lehetett 4-5 olyan, akinél hát többé-kevésbé kiderült, hogy az ő családi környezetében ugye van antiszemitizmus. Az nem biztos, hogy egy statisztikai adatként kezelhető, mert nyilván ezeket a gyerekeket a legnehezebb rávenni, hogy megszólaljanak, de mi ennek örülünk a legjobban, hogyha ezek a mesék is elhangzanak. Ugye a 22 fiatalból többségük, ha jól tudom, nem zsidó vallású. Igen, ugye nyilvánvalóan ez nem volt a kiválasztásnál egy kimondott szempont, de valahol a fejünkben hátul azért az lett volna a szempont, hogy minél inkább azt halljuk, kapjunk egy lenyomatot úgy általában a magyar többségi társadalmi ifjúságának a képeiről, véleményéről. Összességében a 22 fiatal között 2 vagy 3 olyan gyerek van, aki el is mondja, hogy ő zsidó, és ezek közül 1 olyan, aki arról mesél, hogy neki milyen negatív élményei voltak ezzel kapcsolatban. Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy a film, ezek a 4-5 perces vallomások, ezek nem mind negatív élményekről vagy antiszemitizmusról szólnak. Nekem ami a legjobban tetszett, vagy a legérdekesebb volt, az egy 13 éves fiú, aki azt mesélte el, hogy ő jelentkezett a zsidó hittanra, ami az általános iskolában van. A szülei nagyon meglepődtek, mert semmilyen családi kötődése nincs a zsidósághoz, és viszont neki ez milyen érdekes és milyen sok gondolatot benne elindító élmény volt, és a mai napig is az, hogy hetente egyszer zsidó hittant hallgat.
lehet, hogy ugyanarról a fiúról van szó, de mert hogy én csak részleteket láttam ebből, és egy fiú volt ugyancsak, aki azt mondta, hogy sajnos nem vagyok zsidó, de nagyon szívesen lennék az, mert ők nagyon viccesek, meg kedvesek. Hát nem, szerintem ez nem ugyanaz a fiú, de ez is különben nagyon érdekes, hogy egyszer hallgattam egy előadást arról, hogy tulajdonképpen a filoszemiták és antiszemiták, és nehogy most félreértsék, amit mondok, de azt akarta az előadás elmondani, hogy a zsidókról ugye nem érdemes, mint valamilyen különálló csoportról gondolkodni. Hogy az, aki azt hangsúlyozó, hogy mennyire szereti a zsidókat, az tulajdonképpen úgy gondolkodik róluk, mint egy valamilyen homogén csoportról. Tehát, mint akik elkülönülnek. Hát, vagy elkülönülnek, vagy akikről úgy általában lehet véleményt mondani. Ha valaki zsidó, akkor ő nyilván ilyen vagy olyan. És van, aki azt mondja, hogy ő nyilván rossz, van, aki meg azt mondja, hogy az nyilván jó, és ugye a előadásnak az volt a lényege, hogy érdemes a zsidókról úgy gondolkodni, mint minden emberről, mint emberként kezeljük őket. Ez egy másik kérdés, hogy az is kiderült ebből a próbálkozásból, vagy kezdeményezésből, hogy amit ön is mondott az első kérdésében, hogy azért nagyon a kommunikációban és a közbeszédben megszokott sztereotíp kijelentések, vagy azok a mondatok, amik általában a holokauszt, az antiszemitizmus. Tehát amit elvárnak tőlük. Igen, az azért visszajön. Tehát, hogy a nem kevés volt, ahol egy kicsit az összetettebb gondolkodást, vagy a nagyobb ismerettárat azt az ember felfedezte volna. És azt gondolom, hogy itt mi nagyon fontos az a személyes találkozás. Különben maga, én azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak is fontos volt már az személyesen is, hogy egy ilyenben részt vehettek. Ugye az még fontos elmondani, hogy Gálos Péter volt a rendező, és a vele való találkozás, illetve amit talán itt a filmekből feltűnt, hogy ezek bizonyos pesti házaknak az udvarán történt felvételek, ezek mind csillagos házak, ugye Budapesten volt 1000 csillagos ház, ahova a holokauszt idején a fővárosi zsidókat kényszer betelepítették, és ezeknek a házaknak az udvarait választottuk ki, ott először a gyerekek megismerkedtek a házzal, a háznak a történetével, és általában a csillagos ház történetével, és utána láttak hozzá az elmeséléshez. Ugye ezek a kisfilmek megjelennek majd a legnépszerűbb videó megosztó portálon, illetve DVD-k is készülnek belőle, amit iskoláknak eljuttatnak. A filmnek a bemutatójakor, ha minden igaz, Rőri Géza azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy ne kerüljön a holokauszt a történelem margójára, de az is ugyanilyen fontos, hogy a középpontba se kerüljön. Igen, erről... Mit kell ezen a tértenünk? Nagyon örültem, hogy ő ezt mondta, mert ő valahogy a személyében azért talán a leghitelesebb azzal kapcsolatban, ő, aki ugye egy holokauszt filmmel kapcsolatban lett, ugye mégiscsak világhíres, mégis azt hangsúlyozza, hogy a zsidóság és a zsidó, mind a zsidók számára, a zsidó identitás, mind pedig a többségi társadalom számára a zsidóság ne jelentsen egy egyenlőségjelet a holokauszt és a holokauszt emlékével. Én ezt sok éve mondom, és azt hiszem, hogy ezt mindenki, aki a pozitív identitás híve, azt így gondolja. A zsidóságnak van egy több mint 3000 éves szellemi öröksége, és nagyon fontos egyrészt, hogy maguk a zsidók ezt ismerjék, mi jól megismerjük a saját szellemi örökségünket, és tulajdonképpen ez az egész emberiségnek egy fontos szellemi örökség, hiszen a mai modern civilizáció, csak úgy, mint a kereszténység, az nagyon sok értékében erre a szellemi örökségre épül. Összességében néven nagyon röviden, mit érez most így a zsidó mesék első része, ahol felnőtt közéleti szereplők beszéltek erről a témáról, vagy ez a második része, amelyben fiatalok, melyik érintette meg jobban a lényegét a kérdésnek? Én azt gondolom, hogy nem lehet itt osztályozni, mert egy egészen másfajta stílusról van szó, ez egy másfajta próba, hogyha úgy mondom. Mind a kettőt, tehát mind a sorozat mind a két csomagját, azt meg lehet nézni a YouTube zsidó mesék oldalon, vagy a zsidó.com-on, és ugye, ahogy említette is, a DVD-k elkészültek, és iskolákban ezeket ki fogjuk osztani, és a gyerekekkel lehet róla beszélgetni. Akkor majd mindenki megnézheti mind a kettőt, és összevetheti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.